Tisztelettel és szeretettel köszöntünk mindenkit a mai podcastunkban, szeptember második podcastjában. Átadnám Attilának a szót, szokás szerint ugye a fundamentális elemzéssel szoktuk kezdeni. Jó, hát akkor csapjunk is bele. De még mielőtt belevágnánk, itt a Volkswagen-en beszéltünk az előbb veled, és te a németeket nagyon figyeled. Mi az, amit hallottál róluk? Hát a Volkswagen nagy gondban van, kérlek szépen. Eddig azt számított a Németországban talán a legbiztosabb biztosabb munkaadónak. Sose volt elbocsátás, jók voltak a fizetések, kiemelkedően jó volt minden a munkakörülmények, stb. Stb. És most hát ugye beszakadt mindenhol a robbanó motoroknak a piaca, ahogy úgy mondjam, ugye mindenki most már megy az elektromos felé, ők meg ezt kicsit elaludták ezt a dolgot. Most megpróbálnak erre rágyorsítani erre a dologra, de ehhez az kell, miután az elektromotorok gyártásához sokkal kevesebb ember kell, mint a robbanómotorhoz, be fognak zárni gyárakat. Tehát nekik több gyáruk van, ugye Wolfsburgban csak a központ. Több gyáruk van, és be fognak zárni, ami azt jelenti, hogy elbocsátások lesznek, és egy megy a óriási tüntetés, tudott szakszervezet, ezért mi velünk nem, mi nem engedjük, stb. Stb. Úgyhogy gondok vannak velük. De hát meg akarják oldani, hát nem tudom. Mert... Ja, a Toyota-val versenyzik amúgy a Volkswagen, ugye átállt most az elektromos autón, mindenki átállt az elektromos autóra, az elektromos autó piaca is megállt. Szóval most már egy változás megint az emberek közül, hogy egy ilyen első nagy felobbanás után egy ilyen csalódottság nagyon sok emberben, hogy különböző statisztikák voltak, ahol néztük azt, hogy akkor vásárolt egy elektromos autót, aztán vásárolt még egyet, és a harmadik már nem elektromos, hanem már dízeles lett, meg benzines lett, vagy hibrid lett. Hogy voltak ugye ilyen. Hát ezek még nagyon sok ugye gyerekbetegsége van az egésznek, hisz töltőállomások nagyon sok helyen hiányoznak, és akkor azért az nem egy vicces. Van egy német mérnök dolgozta ki, kérlek szépen ilyen gyors töltőállomás, gyorsabban föltölti azért az akut, mint a benzin, mint a benzinkút, ugyanis azt csinálja, hogy van egy marha nagy akkumulátor, ami napelemekkel föltöltődik folyamatosan. Tehát azt mondja, úgy működik, mint a WC-t gyakorlatilag, hogy összegyűlik a víz, és amikor valaki lehúzza, akkor vitt, átmegy baromi gyorsan a töltés. Érted? És akkor megint föltöltődik. Ez a nagy akku, ez töltődik folyamatosan. Egy ilyen nagy puszt, és akkor ami a nagyon vastag kábelen keresztül átolja. Tehát ez egy érdekes történet, hogy... De lehet, hogy Amerikában megy vele. Mármint, hogy ott csinálja meg. Igen, azért elég sok mindenben jobbak a körülmények. Amerika mindig szárazon jön ki a vízből, amúgy srácok, ez egy ilyen helyzet épít, nézem, hogy mi a helyzet a Volkswagen Groupnál, és itt van half-yearly financial report, meg kis adatok, de hát alapvetően ezek az információk, amiket mondtál, nem kedvezőek, és a piac azért ahhoz képest, hogy mekkorát szakadhatna, azért látszik, hogy jutik most már egy jó ideje, hogyha megnézünk 2 évet, akkor azért itt ő nem nagyon tudott 130 fölé törni. Nagyon nagy cégről van szó, hogy ők felvásároltak, hogy akik hozzájuk tartoznak márkák, mint a Audi, a Skoda, de... Bentley. Igen. Vagy akár aztán a Lamborghinit is megvették. Szóval az ilyen nagyobb, azt mondja, hogy profilet mindjárt meg is mondom, hogy szerint fel is van sorolva, hogy kik tartoznak közé. Igen, itt is van ugye a Volkswagen maga, ugye? Skoda, a Seat, a Seat, a Cupra, ugye? A Seat, Cupra, de nagyon jók lettek. Láttál ilyen Cuprát? Nem. Most olaszban voltunk, akkor béreltem egyet, mondom, hogy azt mondták, ez a legolcsóbb, ez ilyen izé. Hogy ez csak maradt. Mondom, jó. És így brutál jó volt. Sávtartó, kamerák, megy, mint a disznó, érted? És kis szar motor, aztán ment a másfél 2 literes motorban, de megy, mint az állat. Távolságtartó, tudod, hogy ha megközelítesz valakit, akkor amennyire meg voltam elégedve, mint az állat. Most láttam itt nálunk is Limaszolban, nyitottak egy ilyen
központot, ahol hát egy ilyen sales. Ugye a Volkswagen, ugye kisbuszok, meg ugye minivan, hát mikrobuszoknak a gyártása is egy külön szegmensük, az Audi, a Lamborghini, a Bentley, a Ducati, a Porsche, a Scania, a MAN, ugye a nagy kamiongyártó. Igen, a Volkswagen. Hát az volt a cíli, hogy buszok. Ők legyenek a világ legnagyobb autógyártója. Igen, hát amúgy ilyen szempontból ők is lettek, a Toyota nyomta mindig őket le darabszámban. Darabszámban, de bevételben nem. Szóval azért ők elég komolyan elhúztak, de, és azt mondja, a Founder 1937-ben alapították. Hát még ott izé. Igen, de... Igen, az nem véletlenül, de, mert ugye Volkswagen az azt jelenti, hogy igen, népautó. Igen, szóval nép az ott bejött a köztudatba. Egy H betűs úriemberrel együtt. No, de csak hogy megnézzük, hogy milyen érdekes, mert hogy az egésznek az értéke, most egy külön Volkswagen izé tanúra van, hogyha a Volkswagen-t megnézzük, a Volkswagen teljes értéke 47 milliárd dollár. És ebből a világ legnagyobb autógyártó koncerne. Hogyha ehhez képest nézzük például egy Teslát, ami amúgy kanyarban sincs azzal az infrastruktúrával, meg azzal a sales rendszerrel, brendekkel, annak meg 690 milliárd. Szóval, tehát több mint 12-szer, 13-szor nagyobb a Tesla, mint a Volkswagen. A Volkswagen. Szóval ők nagyon elvitték a prímet, és hát a piac bízik is benne. Épp ezért, amikor befektetésről van szó, akkor látható az, hogy a részvényeknek az állás az mindig attól függ, hogy az emberek mennyire bíznak, hisznek benne, hogy ez a cég ez még tovább fog tudni fejlődni. Lásd például a Volkswagen, illetve a Teslának az összehasonlítása. De térjünk akkor inkább vissza itt a Forex-re. Tegnap, ugye ma már kedd van, 10-e, Japánból kaptunk egész jó adatokat, a bankhitelezésük az 3% környékén mozog, current account-ot, több pénz van a rendszerben, ez a current account, ami pörög az ő gazdaságokban. Final GDP Price Index az pedig 3,2% lett. A GDP Price Index az inflációs adat, ami azt mutatja, hogy az exporton kívül, ami az országon belül van, ott hogyan alakult az ár, és az 3,2%-kal növekedett. Nekem van is amúgy a japán jenes kötésem, itt van például az euró japán jen, amiben most japán jent vásároltam euróval szemben, ez most egy napi csárt, ez itt most egy órás, nem tudom, ezzel kapcsolatosan tudsz nekünk valamit mondani, ez H4-es, D1, tessék, itt adom az egeret, hogy akkor nézd meg, hogy mi az. Az egyértelmű, hogy hát a D1-en ez lefelé tartó trend, az kétségtelen, lehetséges, hogy ott azon a szinten, ahol újraindult, nem, ahol a stoppod van, az a jó szont. Az a TP. Ez a TP. Aha. Igen, az abszolút reális. Abszolút reális. Ugye ez a mindig túlszaladgatott annak idején, igen. Oké. Jó, akkor jó irányba állunk ilyen szempontból, így napiban. Nézzük meg napiba. Ez egy órás. Most ez megtört, ugye. Ez a lendület, ez megtört, gyakorlatilag megállt. Uh-huh. Tehát nincs érvényes short trend, napos, HI-be, bocsánat, hanem inkább egy long fél évvel próbálkozik, de ebben meg nincs erő. Úgyhogy... Lehet, hogy a 160-as olyan visszapróbálni, nem? Visszatesztelni tudod? Nem. Hogy átvitte elég erőteljesen, és akkor jön vissza hozzá. Ahhoz már túl messze van. Az már túl messze van? Itt kellett volna visszamenni meg. Uh-huh. Ha. Ott volt egy ilyen néz, hogy ott lehet, hogy az igen, volt az, hogy igen, akkor visszaszúrt hozzá, és meg volt a teszt. Megpróbálkoztak, igen. Úgyhogy most ez H1 ilyen patt. Inkább longnak néz ki, de nem szabályos, úgyhogy nem. Jó, oké, rendben. Azért is van euró jenen például nagyobb kötésem, mert az Európai Uniós Központi Bank, az EKB, az alapkamat vágásra készülődik. Mindjárt majd nézzük is, hogy mikor, akár oda is ugorhatok, mert ez most fog következni csütörtökön, úgyhogy azon lesz is majd event manager set file, amivel nagyon szépet kaszáltál, amúgy gratulálok. NFP-n. Az NFP-n. Az nagyon ez most egy új dolgot próbáltam ki, nem csináltam training stoppot, hogy ne jöjjön vissza és szúrjon ki,
hanem inkább egy szűk tépét vettem, amit biztos megcsinált, meg is csinált. Én írtad is ezzel szignálban, hogy többet is tudott hozni, szóval nagyobbat is lehetett volna, de a lényeg, hogy meglátszó a tépé lett ennyi, és örültek is neki az emberek. Apropó Signal Service, nagyon szép pluszban voltam, itt és nézd meg, 7000 dollár pluszban voltam, képzeld el, és volt benne, hogy azt mondom, lezárjam? Á, mondom, nem, mert most megindultunk, tartom a stratégiát, kilevelepül, fordulunk, izé. Egymuffin gyertek is voltak H4-esen, és képzeld el, hogy amikor neked ez szépen összejött, ugye, mert az Event Manager az pont azt a pillanatot kereskedi le, és egy nagyon jó használható tool, itt már az embereknek tetszett is, nekem sajnos ki kellett tennem, hogy eléggé durván mínuszba tudtuk zárni a múlt hetet. 14 ezer ment el, képzeld el. Ez majdnem 3 heti teljesítmény, amit kidobtam, hát elvitte. Szóval egy hónapot lenulláztam ki úgy, hogy érted, hogy ott voltam plusz 7000-ben, de most ez annyira tud idegesíteni, hogy elkapod, jó, és mondom, zárom, nem, mert mindig azon lezárod, tudod, nem marad meg a tépét, hanem lezárod, és megcsinál tépét. És, na, hát, szóval mindegy, kibártam, és nem, leszúrt ki, kiszedegette, aztán ennyi, most meg itt állunk, ezek a pozíciók maradtak, meg itt írtam is, tegnap annyi volt, hogy vettem egy Nasdaqot, én igencsak longos vagyok, fundamentális szempontból a részvénypiacokra visszakötve itt az Európai Uniós, az LKB-s alapkamat vágásról is, ami nézd meg azért, ez egy elég komoly, ez egy 0,6%-os vágás képzelhető itt el, nagyon könnyedén. Amilyen gyorsan megindultak fölfele, olyan gyorsan vissza is fognak ők amúgy jönni, szóval a DAX-ból, illetve magában a részvénypiacokról is, NFP-adat is lett 146 ezer lett, szóval bőven 200 alatt vagyunk. Én amúgy újabb csúcsokat várok a részvénypiacoktól, és akkor vettem itt Nasdaqot, van Nasdaqunk is, amit nagyon megcsapkodtak, nézd meg, ez már heti, ez a napi. Itt nem tudom, látsz-e valamit, mert itt volt egy ilyen engulfing-szerűség, amit csomószor úgy már benéztem, tudod, hogy long trendbe, rámentem egy mentésre, és így ment tovább, és nem csinált, és elvitte, és most mondom, nem, én kitartok a fundamentumai mellett, ami azt mondja, hogy mehetünk nagyon szépen tovább majd újabb csúcsokra, és egy nagy mennyiségű pénz fog átfolyni a kötvénypiacról a részvényekhez. Ezt, szóval a trendettől függetlenül az én elemzésem szerint az továbbra rallizhat, de nézd meg te is, hogy te látsz-e valamit, ebből is top lesz-e esetleg, vagy talán van esélyünk rá, hogy a holnap. Hát ez olyan közel van hozzá, hogy ez simán lehet belőle sajnos. Úgyhogy... Ez napi csárt. Most napos csárt, igen. Aha. Igen. Hát a napos csárton ugye egyértelműen itt érvényes sortrend van, aminek az SL a vége, ugye most megnézem. Itt viszont megtorpant, tehát nem ment tovább, hanem elkezdett fölfelé kapaszkodgatni, megint nincs benne erő, tehát nem gondolom, hogy... De nézd meg, nézd milyen, ha kinagyítod egy kicsit, légy szíves. Nézd meg, mit csinált? Látod, dobott egy medvés engulfingot, H1-en, és úgy szépen visszatöltött az egészet, stopra. Szóval ezért, és ezt már annyiszor benéztem, hogy nem is mertem fordulni a tudod, a sell irányba, pedig volt benne egy szép menet, mert olyan, hogy így dob egy akár egy H4-es izét, hogy akkor leszúr, mint az át, aztán így megállás nélkül nyom 3%-ot fölfele, amit hogy D1-re átteszed, akkor látni fogod. Hát ez most itt oldalazik, szóval ez az, igen, most, nincs benne semmi erő. Hát áll ezen a kilevelen, ha megnézzük. Csordogál ott jobbra. Én azért nyitottam ott, és azért van itt a stoppom, amit egy kilevelt fedeztem föl, ez a 18500 alatt. Igen. Látod? Hogyha ide teszed, akkor itt látszik, hogy milyen szépen megtorpan, átviszi, megáll rajta, itt megint izé van, és itt megint megállt rajta. Szóval ezért nyitottam, és ezért tettem oda a stoppot, mert kilevelt vettem, mint egy ilyen betonbarrier, hogy ha azt letöri, akkor mehet tovább le, úgyhogy akkor inkább vigye el nála. Vélemény, itt most megtorpant H1-esen. Mondom, megtorpant, úgyhogy lehet, hogy vissza fog fordulni, egyedül ezt még nem lehet tudni, mert H1-en még nincsen nyoma a dolognak, nincs benne erő, se le, se föl. Igen, mert most küzdenek, tehát... hogy... Jó, az előtt, meg véleményem szerint, illetve várakozásom szerint az amerikai CPI-adat hozhatja meg.
Az amerikai PCE az 2,5% lett, ami ugye a személyre bontott inflációs adat, és itt elérkeztünk oda, hogy már 3% alatt vagyunk, és a mostani lépés az 3,6, és 2,6, ami jóval, szóval az eddigi legalacsonyabb lesz, hát 2021 óta konkrétan, ami azért egy fordulatot jelenthet, most már tényleg ebben már az egyre dovisabb Fedben is, úgyhogy megint csak én, ha a részvényekről beszélek, akkor a longot választanám, és a dollárral szemben pedig ugye a legtöbb, például japán jent ellentétben olyan kötésem is van, dollár japán jen, ahol short pozíciót nyitottam, és továbbra is a jen mellé állok be, és várakozásom szerint ez a nagy rally, amit volt ugye a különbözetben, hogy meg durva megemelték, ez szépen elkezd majd visszaállni az ő saját kis szintjére, és láttunk már ilyet amúgy, csak hogy például USD MXN, például itt is volt egy ilyenünk, hogy nézd meg a mexikói pezót, azt, ami nagyon keményen véglongolgattuk, de az Euro MXN-t is, Euro MXN-t is nagyon keményen véglongoltuk, és ennek köszönhetően azért a logika, ami mögötte van, az ugyanaz volt, mint a dollár japán jennél. Szóval ott is látszik, hogy az Euro MXN nagyon nagy itt realizott, de mindegyik másik is, szóval nézd meg, ez itt egy 25%-os gyengülés a mexikói pezóval, és ugyanez volt a logikán mögötte, és működött. A dollár japán jent is, ami nagyon szépen lekereskedtük már a tetejétől kezdve, de továbbra is azt várom, hogy a japán jen most vissza fog térni így. Magához, ehhez nem tudom, itt látsz ebben a csárban valamit, holom, hogy hasonló az éhez, de ez itt egy heti, ez itt egy napi, hogy itt mi az, amit vélni látsz rajta esetleg. Hát naposan sort van a jövényben elvileg, inkább lejjebb mennék, hadd nézem meg közelebbről, ugyanaz, meg gyakorlatilag megtört a lendülete a sortnak, hát ott, tehát én most már inkább megfordulna. De ez nem szabályos, mert itt van mondjuk egy szabályos rendünk, ez annak ott vége lett, megpróbálták lehozni, és ez megszabálytalan, tehát ez inkább oldalat, egy ilyen range. Hát várják az adatot. Kialakulni, lehet. Persze. Várják az adatot, jó van. Oké, ugyanezt láttuk a NASDAQ-nál is, úgyhogy menjünk akkor tovább. Szóval igencsak izgalmas hetünk lesz, itt is az event manager-t lehet majd használni. Az arany is óriás itt mozog ilyenkor, úgyhogy igen, akár azon is ki lehet próbálgatni, én azon szoktam, vagy hát elég régen kereskedtem az event managerrel, de az aranyon mindig volt egy ilyen, hát egy 700-800 dolláros tépé, és azt nagyon szépen tudta hozni ilyen típusú híreknél. Jó, szóval kicsit tovább görgetve, azt mondja, hogy amilyen híreket még kaptunk, hát Kínát azt hagyjuk, mert ott a felese igaz. Amerikában a consumer credit month per month az 25 milliárd lett, szóval elkezdtek az amcsik fölvenni hiteleket, ez egy kicsit megugrott, úgyhogy itt azért a fogyasztás az arra utal, hogy lehet, hogy nem lesz mondjuk 2,6, hanem lehet, hogy 2,7 lesz, de meglátjuk, hogy ez milyen hatással lesz az inflációsra, de mindenféleképpen ez egy nagyon nagy megugrás, 25 milliárd dollár azért egy magyar GDP-nek, most már majdnem mondhatom, hogy a 20%-a, nem, de a 15%-a legalább, úgyhogy ez egy jó hír Amerikában. A final inventories, ez meg azt jelenti, hogy nem annyit vásároltak, mert növekedett az inventories. Szóval ez egy ilyen ambivalens hír. Menjünk tovább, azt mondja, hogy manufacturing sales, ezek nem annyira fontosak. Money stock az kicsit csökkent Japánban, de hát előtte megkaptunk jó híreket, szóval ez az, ami ezt az oldalazást okozza, hogy nincs egy irányba tartó, hanem az egyik ez jobb lett, másik kicsit rosszabb lett, és akkor ez okozza azt, hogy German final CPI month per month negatív! Negatív lett a CPI. Oké, hogy havi adat, de ez az első negatív 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hónap óta. Decemberben volt még negatív, ami ugye
azt hiszem a novemberi adat, ugye, mert egy hónapot csúszik, de az se lett valami. Szóval ez most az első ilyen a németeknél, úgyhogy nem csak a Volkswagenéknél van itt izé problematika, jó? Szóval ez meg arra ad ugye érvet, hogy igenis az Európai Központi Banknak rá kell lépni a gázpedálra, és akkor remélem ezek a euró-japán pozik azok meg kitépéznek. Jó, azt mondja, hogy erről hallottál valamit, hogy a német gazdasággal mi a helyzet? Nem is annyira a német gazdasággal, ami inkább érdekes lehet az, hogy az Európai Unió a Draghit, mint financiális szakembert megbízta egy ilyen tanulmánnyal, hogy számolja ki, igen, hogy mennyi pénzre van szükség, hogy fölzárkozzanak Ázsiához és Amerikához, és azt hiszem 800 000 milliárd eurós befektetésre lenne szükség ahhoz, hogy visszakerüljünk. 800 ezer? Vagy... 800, nem ezer, mert akkor billiónt mondanék. Milliárd, 800 milliárd. Az meg kevés? Az meg kevés. Akkor lehet, hogy 800... Mégiscsak ezer. A 800 az tuti. Szóval 800, és akkor nem az, hogy milliárd, hanem... Billió. Hanem billió. Akkor meg úgy helyesen mondtad, hogy 800 ezer milliárd. Igen. Hát ekkora befektetésre van szükség, hogy fölzárkozzunk, bocsánat. Az igen. Jó, hát ez egy nehéz szakma ilyen szempontból azért, mert meg kéne tartani azokat a tehetségeket Európába, akik amikor így, mint ahogy az előbb mondtad, ugye a töltős úriember, hogy igen, akkor felfedezett valamit, és így hát lehet, hogy inkább Amerikába viszi. És azok az amcsik meg így szippantják el, hogy jó, mennyi fizót kérsz, 1 millió, oké, rendben. De tudják, hogy azon a technológián milliárdokat fognak keresni, és utána pedig ugye licenszelik, aztán mindenhol az egész világon használják. Hát ez egy nehéz. Nem lennék most itt így, de hát lehet, hogy jó lenne politikusnak lenni, nem? De jó, angoloktól jött ki tök jó ez az ő típusú NFP-jük, 23 ezer, ugye ez a climate count, ez az, hogy hányan kértek úgymond munkanélküliségi kérelmet, hányan adtak be, és hát 23 ezeren az elmúlt hónapban, hát most ez itt így, ez egy jó hír. Azt mondja, average hourly earnings, az 4%-et, szóval továbbra is csökkent, igen, szóval megindultunk abba a periódusba, tudod, amikor infláció csökkenés, alapkamatvágás következik, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz, mert amúgy alapvetően, hogyha a hosszú távot nézem, itt egy piaci felfejlődést, tudod, olcsóbb hitelek, ingatlanpiacnak a beindulása, gyáraknak az építése, most meg drág is, ugye ez előjött, hogy akkor mit kéne csinálni, nekik is leesett, hogy nem lehet, hogy mi vagyunk a vén Európa, aztán majd minden jó, mert az elmúlt 10 évben, hát 2010-hez képest, igen, ott a 2008-as válság az így kibillentette Európát, Amerika meg Kína azok így rakétáztak fölfele, de akkor is mi volt? Amerikában mondták, nyomtassunk pénzt, adjuk oda, hogy unik meg, aztán jó lesz. Európában? Nem. Aki nem viselkedett jól, az intézel a dolgát. Szóval kicsit ott hagyták a gazdaságot a helyén. És az egészet nézem, hogy az amcsik azok jobban jártak. Ilyen volt Izlandon is amúgy, amikor azt mondták, hogy ja, a bank elrontotta? Hát akkor csődbe ment. És ott ugye becsődött az egész, és úgy indult, és mint brut ilyen GDP-zé, gejzidek lettek konkrétan. Az egész egy ilyen komplex uniót nézve, ahol ugye sok nyelven beszélünk, sok nemzet, sok, itt ez nem volt egy jó ötlet, hogy így mondjam. Aztán meg már később, már késő volt, tudod, utána már alapkamatot levitték nullára, stb. Akkor jön GDP month by month Angliából, UK ugye, UK-ből, de ja, mi itt a fénypontja a hétnek, az amerikai CPI adat, amit ugye 2,6-ra várnak szerdán, aztán 14 óra 15-kor, ez ugye mi egy órával arrébb vagyunk Pesttől. Ezzel kereskedünk jól, mi már egy órával előre látjuk a piacot konkrétan, szóval ezért nyugodtan lehet itt kereskedni a számunkra. És az LKB kamatdöntés a második fénypontja a hétnek, és innentől kezdve egy nyugis, viszonylag nyugis péntekünk lesz, ahol
hát egy consumer, nem annyira consumer expectations, ilyen fogyasztói adatok jönnek, de mondom, a kettő az a csütörtök 14:30 amerikai CPI adat, és európai Core PPI, az PPI-t kiemelték még, nem a PPI lesz a lényeg, a CPI lesz a lényeg, jó, szóval azt torno. A CPI adat lesz a main, és az európai kamat döntés pedig utána, csütörtökön, ugye, igen, azt mondja, hogy igen, az pedig csütörtökön. Ez lesz még amikor, hogy PPI is, de az a CPI lesz az igazi, ami akkor ott megmozgatja a piacot, úgyhogy fundamentumok szempontjából egyelőre ennyi, viszont nekünk meg lesz egy webinárunk, ugyebár 26-án, mindig 19 órai kezdettel, jó, és ott pedig a túlokról fogunk beszélni. Hát a túl az ugye szó szerint szerszámot jelent, de tágabb értelemben szokták használni, ugye, tehát a szoftver is egy túl, meg eszköz gyakorlatilag. Hát most már ilyen online, ugye? Igen. Eszközök, amik segítenek minket keresni. Itt van például az Event Manager, és erről is beszélni fogunk a Fibonacci eszközről, a Fibonacci túlról is. Szóval mindent bemutatunk, hogy hát Géza bácsi. Amit ezt szoktam használni, igen. De ilyen apróságok is például, hogy kiírja, hogy mennyi idő van hátra a gyertyából, vagy kiírja a spreadet a chartra, ami időnként jól jön, hogyha ott van kéznél. Igen. Ha valami érdekesség szokott történni a brokerednél, és jó fölvenni videóra, és elküldeni nekik, hogy gyerekek. Nem úgy volt az, ahogy ti azt mondtátok, úgyhogy érdekes lesz mindenféleképpen ezeket a túlokat megtanulni, használni. Márha csak ugye a position 100-et is megnézni az ember, és egy nagyon fontos túl, aztán pikpak lehet feltelepíteni és használni, ami konkrétan most ahhoz, hogyha nem akarsz belegebedni a matekba fejbe, hogy akkor most ha én 500 dollárt akarok kockáztatni ezen az instrumentumon, akkor mekkora pozíciót nyithatok, hogyha ekkora a stoppom, akkor az egy kicsit macerásabb, itt meg. Meg hát ez annál többet tud, tehát például megmondja neked, hogy ebben a pozícióban mekkora a swap. Igen, minden megmond. Ezért a swaphoz, és akkor ugye évi, és akkor a napit lebontva, és lebontja a pozíciódra, ami nyitva van. 1,05. Hát amivel most úgy nyitna, amivel számolna, az arra vetít, hogyha 7-szer kockázatok, akkor ahhoz képest. És mozdítgatom, hogy akkor mi a helyzet, akkor ő gyorsan változtatgatni fogja a helyet, hogy pedig áthozom ide, akkor meg gyorsan átáll majd shortba. Ugye, hogy akkor mi történik itt. Ha nagyon közel hozom, akkor meg brutális ide ráteszem egyből, és akkor 700-at kockázatok, 21-et nyerek. Jó, szóval érdekes lesz mindenféleképpen, aki akar kereskedni, és tényleg próba akarja tolni, annak meg kell tanulni ezeket használni. Egy kb. Egy ilyen 2 órás lesz a webinárium. Amikor ezek a túlok nincsenek rendesen használva nálam is, akkor is az van, hogy kellett volna. Úgyhogy mindenkinek ajánlom őszintén. Egy jelentkezés ingyenes, szóval van csak webinár, és van hozzá, vagy webinár és engulfing, marker és webinár és event manager, és amit kitaláltunk amúgy, hogy a markerhez már nagyon sokan küldtetett nekünk amúgy ilyen kis videókat is, meg képeket, hogy milyen jól hozta. Markerből nem olyan sok ment el, de akik megvették, azok nagyon elégedettek voltak vele, és kitaláltuk azt, hogy akkor kapjatok hozzá egy kezdőtőkét is, úgyhogy minden markerhez jár egy 500 eurós ilyen külön számla, ahol a markert kell kereskedni, és egy ilyen marker promó lesz konkrétan, hogy akkor azon a számlán ki mit tudott elérni. Ugye természetesen beszélni fogunk, ugye meg is van a videó pont az engulfing ugye a szemináron, erről volt szó, hogy akkor milyen pontokat kell használni. És hát természetesen egy stratégia se 100%-os, de ezekről nagyon jó feedbacket kaptunk tőletek, és ez a lényeg, úgyhogy ezeket majd folytatni fogjuk, és akkor ennek ugye cserébe majd kérünk egy olyat, hogy akkor számoljatok be majd nekünk név nélkül, hogy akkor kinek hogyan áll a számlája, hogyan sikerült, jó? Szóval minden egyes hangmoving markerhez erre csak is a marker használatára egy 500 eurós számlát
kaptok ajándékba a Puma köcösektől, ami szerintem egy brutál jó dolog. Igen, itt egy fölmennek itt a szeminárok ezeket. Hát igen, ezt a múltkor lejátszottam. Ezt a múltkor már lejátszottam, úgyhogy akkor ezt akkor most nem fogom lejátszani. Jó, szóval itt tudok jelentkezni, Trading Tools webinár, rákattintasz, és akkor ide ki kell töltögetni. Ha meg menni akarsz, és kell az 500 eurós kereskőszámla az Engulfing Marker, akkor pedig erre kell kattintani. Jó? Ha meg az Event Manager kell, akkor pedig erre kell kattintani. Jó? Úgyhogy... A videóról valami eszembe jutott, hogy én próbálkoztam valamivel, ugye több próbálkozásunk volt már, hogy egyfajta community-t hozzunk létre, vagy fórumot, volt ugye egy fórum, nem írt bele senki, nem érdekelte, oké, bezártuk. Akkor volt egy fókusz csoportot akartunk létrehozni, amikor együtt kielemezünk valamilyen szituációt, és akkor le lehet trédelni, nem érdekelt senkit. Most én indítottam egy olyat, hogy kérdezz bármit a Forexről. Az elsőre volt három nagyon jó kérdés, azokat meg is válaszoltam, a másodikra egyetlen egy kérdés jött be. Egy. Úgyhogy ezt is feladom. Jó, hát megpróbáltuk. Ez érdekes, hogy amúgy itt pénzügyeknél ilyen közösséget létrehozni nagyon nehéz. Ugye volt olyanunk is, aki azért nem csinált videót, hogy nagyon szépen bekeresett, de nem akkor, hogy tudja a kollégái rájöjjenek, vagy hogy bármi legyen, vagy hogy volt olyan, aki a főnökség miatt nem akarta, hogy egyáltalán ilyen nem foglalkozik, és hogy neki vannak ilyen sikerei, hogy ilyen titok. Hát a pénz az amúgy egy ilyen dolog, ugye ez bizalom kérdése, és meg is értjük amúgy, hogyha nem, meg azért az ilyen, mert benne van, az is tudod, hogy ez a nem merek kérdezni, mert lehet, hogy hülyeséget kérdezek, tudod? Nem, hülye kérdés nem létezik. De a fórumunk is volt, nem? Fórumot is próbáltunk, hogy akkor legyen valami, és nem, arra se volt egy aktivitás. Úgyhogy lehet, hogy itt kell legyen, hát ebbe az irányba menjünk, szépen mindenki csinálja magának, úgyhogy a Várkuti Gézát, hogyha beírjátok így, hogy Várkuti Géza a YouTube-nak a keresőjébe, ki fogja dobni, itt erre a csengőcskédőn, a subscriber-ra kattintsatok rá, és például most ezt a podcastot is egy csilingelve fogja jelezni, meg így fel is ugrik a telefonom, hogy ding-ding, new video, és akkor ott lesz a cím, hogy podcast teheti európai kamatvágás valamilyen frappás cím alatt. Jó, meg lehet nézegetni a interjúkat, nagyon sok videónk van, hát nem tudom, aztán 10 000 videó van? Nem, ott annyi nincsen, de hát ezrek. Van ilyen összefoglaló is, nem valahol? Van, múltkor láttam valahol ilyen izét, hogy mi az, ami, nem tudom, hogy hol van, most nem fogom megtalálni. Nem is mindegy. Csak volt egy olyan, hogy összeért, hogy hány videó van. Na, jó. Oké, rendben, szóval YouTube-ra gyertek föl. Kövessetek be. Igen, és 26-án 19 órakor lesz ez a bizonyos ingyenes webinár, oké? A túlokról. Jó, ugyanúgy Zoom, link, telefonon lehet nézni, tabletről lehet nézni, illetve hát a tévére ki lehet vetíteni. Csak legyen internet, és innentől kezdve egy olyan eszköz, amivel ezt tudjátok lejátszani, egy okostelefon, egy számítógép, mindegy, az nézhető lesz, használható lesz. Jó, ingyenes webinár, Trading Tools. Szeptember 26, 19 óra. Ezzel is köszönnénk, a trend legyen velünk, sziasztok! A trend legyen velünk, sziasztok! Ciao.